Kedves vendégeim, sok szeretettel köszöntöm Önöket az Ivo Budai Kreatív Házban, Rejgő Judit Palimpsest című kiállításának megnyitóján, mely Magyar Kálmán gyűjteményéből válogatva egy-egy művön keresztül mutatja be számunkra ezt a fantasztikus életművet. Rejgő Judit hamarosan 96. születésnapját ünnepli, mi sem lehet méltó módja köszöntésének, mint kiállításnak mi a tiszteletére, számunkra, az Ivo Budai Kreatív Ház számára pedig mi sem lehet megtisztelőbb, mint szervezőként és helyszínként hozzájárulni ehhez a nemes gesztushoz. Engedjék meg, hogy megköszönjem Magyar Kálmánnak, hogy ez a kiállítás itt valósulhat meg, és Sósi Ivának, hogy mindenben segítette a tervezés és szervezés folyamatát, a Pallas Atlétia Alapítványoknak pedig a támogatást, melynek köszönhetően a ház ilyen színvonalas anyag bemutatására vállalkozhat. Nagy megtiszteltetés, hogy olyan festmények vesznek bennünket körül, melyeknek pár darabjai a Tét Modernben, a Metropolitan Múzeumban, a Pompidou Központban, vagy a melyik híres múzeumot soroljam még fel, talán mindegyik meg volt, Guggenheim Múzeumon kérdezés. Rejgő Judit nemzetközi viszonylagban a legismertebb és legdrágább kortárs magyar művész, műveiért versenyenek a nemzetközi aukciókon. Hogy ez így van, megalkovásnak tűrő egyéniségének, tehetségének és tiszta művészi intuíciójának köszönhető. Ösztön és kitartás. Ebben közös Magyar Kálmánnal, aki ösztönösen megérezte a tehetséget, és kitartóan kopogatott Rejgőnél, hogy végre ajtót nyisson neki, és elkezdhessen az a közös munka és együttműködés, melynek eredményeiről olvashatunk, hallhatunk, melyre büszkék lehetünk. Most pedig engedjék meg, hogy felkérjem a kiállítás kurátorát, Gyimesi Pétert, hogy beszédével nyissa meg a tárlatot. Köszönöm. Köszönjük szépen, és el is kezdjük. Tudom, hogy állniuk kell, igyekszem rövid lenni, ne kelljen sokáig állniuk, úgyhogy kezdjük is el. És a legelején azt szeretném tisztázni, hogy miért ez a neve a kiállításnak, hogy Palimpsest, mert ezt már többen megkérdezték, semmi köze nincs a szeszhez, ezek nem bujkálnak benne, hanem inkább ahhoz van köze, hogy működik az egész életmű. Itt konkrétan láthatunk egy olyan kódexet, ami azért érdekes, mert egymásra van benne írva több réteg. Van benne egy evangéliumi szöveg, van benne egy kicsi az Iliászból, és van benne egy kicsi Euklidész is. Ezek mind egymásra épült szövegek. Ez egy régi műfaj, ennek a neve Palimpsest, amikor kiszedik a régebbi szöveget és rátesznek egy újabbat, és fel lehet használni a korábbi előzményeket. Itt az életművel, ha körülnézünk majd, ugyanezt bőven fogjuk látni, úgyhogy egy rövid összefoglalót szeretnék arról, hogy a történet hogy indul. Szőnyi tanítványaként kezdi Rejgő Judit, és a főiskolán már látszik, hogy milyen sikereket érhet majd el. Szőnyi egyik kedvencéről van szó. Utána pedig bekerül a Római Magyar Akadémiára, ami már a 20-as évektől kezdve működik, és itt bizony érdekes a hangulat már a 20-as években, hiszen a legfelső emeleten van egy papnevelde, itt fent, itt van a művészképzés, és itt van a lépcsőház. Ezt úgy képzeljük el, hogy középső emeleten, mondjuk egész pontosan itt, rendszeresen aktmodellek állnak a folyosón, és izgalmas a hangulat. Eközben kell a kispapoknak felmenni a legfelső emeletre, és pont ekkor érkezik meg a kultuszminiszter, aki azt mondja, a 30-as évek közepén ez így nem mehet tovább, és a római iskola ekkor leszállóvágba kerül,
de utána is működik, majd egészen pontosan addig, amíg Reigeldő érkezik a 40-es évek közepén, és ő is részt vesz ebben a képzésben. Itáliai emlékeiből ezt a képet javaslom, ami Ravenna és Ferrara közötti autóstoppot mutat. Itt az egyetlen önarckép a mai napon az itt látható róla, itt középen. A felső az Bettyről készült, az alsó az Böblipótról. Ekkori barátai, és közülük a felső, Betty lesz a múzsája és élettársa egész életében majd. Ami egy olyan kapcsolat, amire mindannyian vágyunk olyan értelemben, hogy lehet vele beszélgetni és különböző dolgokról, hiszen ki ne vágyna arra, hogyha most hazamegy innen este, egy olyan társ várja, akivel lehet beszélgetni a Dorsról, King Crimsonról, Thomas Bernhardról és egyebek. Tehát egy nagyon jól induló kapcsolatról van szó, és egész életen át tartani fog. Miután hazatér, egészen furcsa helyzet alakul ki, hiszen kap egy-két megbízást, az akkori szociális típusban kell ezeket a műveket elkészítenie, és ő sajnos ezt nem tudja követni, vagy szerencsére, hanem egy képes lapot, amit hazahozott onnan, Itáliából használ fel. Ez itt a tetrarchák, mégpedig Velencében a négy császárról készült szobor, és annak alapján készíti el a munkás paraszt portréját. Mint látjuk, a hangulat az egészen más, mint az elvárás lett volna. Így aztán ezek a megrendelések nem fognak működni. Ekkoriban itthon már látja azt, hogy nem fog tudni kibírni, és nem marad itthon, és mindenképpen meg akar szabadulni az országból. 8 kísérlet után a 9. sikeres lesz. Ezt úgy kell érteni, hogy akkor bízik meg abban, aki majd őt átviszi, és akkor fog a határon átszökni. A módszer, amit választ, azért érdekes ez a fénykép, mert egy létrán kell átmásznia az aláaknázott határon, és itt ez egy olyan fotó, ami nem olyan régen készült műtermében, ahol pont az előző szociálkép, idézőjelben szociálkép előtt egy létra van véletlenül. És hát itt a véletlenről még kell beszélnem, hiszen a szürrealistákhoz fog csatlakozni, mármint kint Párizsban, és ott a véletlen, mint műfaj nagyon fontos. Megérkezésekor a Place Pigalle-on hajnalban azt látja, hogy összehányt újságpapíros hangulat van, de ennek ellenére még aznap az őt ott váró Hantai Simon elviszi a Louvre-ba, és ott megnézik a világ leghíresebb festményét, tehát megérkezik Franciaországba, és innentől kezdve ott lesz egész életében. A teremben az első kép, amit most így meg tudok mutatni itt is, de itt van a teremben is, az majd mindjárt elmondom, hogy miért fontos, mert hogy Ezra költővel van összefüggésben, aki nem más, mint Lautréamont, és hát Lautréamont mondta ezt a híres mondást, hogy szép, mint a varrógép és az esernyő találkozása a boncasztalon, és ez az összes szürrealistára meghatározó volt később. Tehát Lautréamont verseit ő maga is ismeri, és fel is használja a korai munkáihoz. Ebből az egyik az, amit itt látnak, az a kép, amit a szürrealisták vezére Breton meglát a műtermében, és rögtön könyvbe lábad a szeme, ezt így mondja, majd neki is adja emiatt Bretonnak ezt a képet, és így bekerül a szürrealist a csoportba. Igazából ez őt nem annyira vonzza, mármint tartozik bármilyen csoporthoz, hiszen ahogy bekerült, egy éven belül ki is száll ebből a csoportból. És itt még a megnyitót látjuk, Breton nyitotta meg az első kiállítását Párizsban, tehát egy rendkívül gyors, felévelő karriernek tűnik mindez. De előtte 4 éven keresztül várta ezt, hogy ez elkezdődjön, és mosogatással, gyerekőrzéssel és egyebekkel foglalkozott. Majd utána megfesti azt a képet, ami az első a teremben, ott önök mögött a háttérben, de itt is látszik, ami Lautréamont hatására készült. A kép hagyományos szürrealista eszközökkel, montázsal, egyebekkel él, viszont itt középen már látunk valami olyat, ami később egész karrierjének ezt a szakaszát meghatározza, mégpedig azt, hogy a véletlenre bízza a kép kidolgozását. Lehet tippelni, hogy mivel készítette ezt, amit látunk, de annyit segítek, hogy nem ecsettel, hanem egész pontosan függöny karnissal. Nyilvánvalóan erre gondoltak mindannyian. Minden esetre a cél ezzel az, ez a második kép a teremben, hogy automatikus írást valósítson meg. Tehát nem csak versben, ahogy eddig tették a szürrealisták, hanem festészetben is, és függöny karnissal véletlenszerűen belekarcolva a felületbe, ez mindenképp összehozható. Így néz ki a kép közelebbről, és ez az első kép, amit egyébként Maclary Kálmán megvett, mégpedig hamarabb, mint ahogy azt Reigeldő megtehette volna, és aztán később itt került a kapcsolatba, hiszen a festő vissza akarta ezt a képet vásárolni, miután ezt megtudta, de ez már nem sikerült neki, hiszen a kép bekerült a Maclary gyűjteménybe, és a kapcsolat azóta is tart és töretlen, de tovább lépve a következő korszakra, ez a harmadik kép a teremben,
Itt azt látjuk, hogy vége van a figurálisnak minden formában, az előbb is már ez történt, és a festéket kézzel dobáljuk fel a vászonra, úgy, ahogy van, odavágja, és utána függönykarnissal a finomabbakat, és macsetével a nagyobb vonalakat meghúzza, tehát nincs ecset, ezt érdemes megjegyeznünk, soha nincs ecset, és teljesen a véletlenre van bízva minden. Így néz ki közelről az ecset kezelése idézőjelbe. Ilyen lesz az eredmény, és ugye amit látunk, az erősen expresszív, teljesen absztrakt, viszont ez az a maga a macsete, kinagyítva egy filmből, ami önmagában is már festékes, és itt van a függönykar is, amit ő maga hajlít meg, és ezzel lehet a finomabbakat belekarcolni a felületben. A következő korszak ez a negyedik képateremben, itt pedig azt látjuk, hogy körkörös motivumok jönnek elő. Itt mindig érdekes a kép méret, hiszen ezek még aránylag kis képek ahhoz képest, aminek majd később lesznek, ugyanis a műteremhez is kell igazodni, hogy mekkora műteremben mondjuk a padló, mivel rendszeresen padlón dolgozza ki a képeit, ebben kicsit hasonlít Pollockra, egyébként kortársa ennek a korszaknak. De ha a padlónál tartunk, a padlón rendszeresen vannak elrontott képek, amiket nem akar már használni, viszont le akarja velük teríteni a padlót, ebből a korszakból, amiket nem ítél jónak, lerakja a padlóra, mégpedig azért, hogy vigyázzon a műterem padlóra, mert nem az ő saját műterme, és ezen járkál, éveken keresztül ezen járkál, és a következő korszak ebből alakul ki, ennek a neve Guano, hiszen véletlenszerűen rétegek képződtek a padlón, majd ezekből ismét képeket készít, rá, arra, hogy ezekből lehet képeket készíteni, és ha közelről megnézzük, ott alatta látszanak a korábbi elrontott képek maradványai az alatt levő rétegben. Ez a kép is itt van a teremben, mégpedig ugyan elhelyezve, hogy a paraván egyik felén van ez a Guano kép, a másik felén pedig az előző korszak, mivel a kettő egymásból lett, egymásra épül, mint mondtam az előbb. Egy gyors párhuzam, hogyha valaki ezt direktben csinálja, hogy járkál a padlón, akkor el lehet érni egy ilyen motivumot, újságpapírba vörösre festett talppal valaki belemegy, ez egy Maurer ötlet volt még régről, és akkor lesz egy felvonulás május 1-én. A május 1-i újságon járkál konkrétan, igen provokatív, ezt tudatosan elvégzett feladat, a másik esetben pedig teljesen véletlenszerű az, ami összejön belőle. Tehát ezekből ez lesz, tehát ezek ott vannak ez alatt valahol mélyen a mély rétegekben. Így néz ki közelről, és ha már itt tartunk, akkor meg kell említenem Duchamp, aki mindenhez hozható az egész 20. században, hiszen neki a fő bűve a nagy üveg, tetszesen a véletlenre épül, de ezt most nem elemezzük végig. Most csak annyiban hoznám párhuzamként, hogy ott hagyta a műterem padlóján Ernst Duchamp, néhány évig ott hagyta a padlón, és elkezdte nézni rajta a port, hogy hogy néz ki a por, mint a véletlen játéka, és maga a portenyészet adta azt, hogy egy önálló műfajként nézhető ez is. Hát nem tudom otthon milyen a helyzet önöknél, de lehet, hogy érdemes vigyázni ezzel, hogy mikor takarítunk, mert tulajdonképpen műalkotásként is lehetne nézni. És itt is ezt látjuk. Alatta ott van a nagy üveg, és fölötte a különböző rétegek. Ha már itt tartunk a rétegeknél, mint mondtam, ez egyfajta egymásra rétegeződő életmű. Egy másik fontos inspiráció számára Csontváry volt, hiszen főiskolás korában pont akkor a Csontváry képeket a főiskolán restaurálták. Ő maga is ebben részt vett. Akkor kerültek elő a képek a háború után. Érdekes párhuzam, hogy sokkal később a műterem ablakán kinézve mindig ezt a célust látja. Ez a műterem, ez már vagy 30 éve a műterme, és azt mondja, hogy itt a kettő valahol újra találkozik, egymásra rétegződik, hogy leegyszerűsítsem. További korszakok, ezek már itt ezen a falon vannak, vagyis hogy most pont velem szemben. Egy kisebb méretű képtípus. Ennek oka, hogy autóbaleset következtében a jobb könyöke eltörött, és pont ennyire tudta mozgatni a karját, amennyi itt kifér a képben. És mindez azért érdekes, mert az a címe a kép sorozatnak, hogy a súlytalanság élménye, és hát a súlytalanság élménye azért izgalmas, mert maga a gravitáció, hogy fáj, amikor ezt a képet készíti, az is benne van ebben, meg az is, hogy ezeket fejjel lefelé fordítja, amikor szállodnak, és a festéket lehúzza maga a gravitáció. És ebből később alakulva elkezdte ezeket a képeit figyelni, és azt vette észre, hogy újra kezd a dolog figurálissá válni. Tehát fel lehet benne fedezni különböző emberalakokat, és ez adja majd később a következő sorozatot, aminek a címe Ember. Már ott abban a sorokban járunk, mindjárt elérkezünk idáig.
És itt ebből egészen sok készült, összevetve a két korszakot, itt van már a falon, ott mögöttünk ez, teljesen figurálissá válik, majd később azt kezdi mondani erre, mint gyakran az összes korszakára, hogy őt zavarja, hogyha egy stílus túl sokáig fogva tartja, ezt egyfajta rabságnak éli meg, és szeretne ismét ebből kiszabadulni. Ennek lesz a következménye a folyamat vagy folyamsorozat, ami már itt van ezen a falon. Most már végre egy kép van, amit önök is látnak itt a falon. Mindenesetre ez is egy elég érdekes ötlet, mert mind a két feléről megfesti a vásznat, két oldalról festi a vásznat. Ezt úgy kell elképzelnünk, hogy a hátsó részén a vászonnak olyan festéket használ, amelyik átüt az elejére. Tehát nincs alapozás, átszivárog az elejére, az elején pedig lefesti egy másik bázisú festékkel, tehát az olajat akrillal festi le, és az akrillból, amik látszanak itt átütnek a felületen, mintaként kijönnek. Tehát tulajdonképpen az átütő festékre dolgozik rá egy másfajta festékkel, de a kettőt taszítja egymást, és abból egy nagyon furcsa sorminta lesz. Tovább megyünk itt ebben az irányban. Még ebből a sorozatból néhány darabot mutatok, mert rengeteg verzió lett belőle, és ez egy nagyon hosszú ciklus, majdnem 20 éven át tart. Ennek a befejezése, ennek a ciklusnak pedig ez a kép itt rögtön mellettünk. Mint látják, ez már függőleges, lefelé folynak a festékcsíkok. Itt annyi különbséget tehetünk hozzá, hogy belekever különböző pluszanyagokat, kvarcot, hobokot, különböző fémeket, alumíniumot. Egyébként van benne az akkor épülő tézsiréből is néhány molekulányi kvarc, tehát onnan is szerzett mintát. Ahogy egyébként annak idején Modigliani is a építkezésről, a metró építkezésről lopt el a márványanyagot, de ezt nem azért mondom. Mindenesetre a kettő azonos, tehát ebből lesz a függőleges verzió, és ezek után ez tovább fokozódik, ismét azt veszi észre, hogy ebből a függőlegesből ott van az a két, az a piros, mindjárt, hogy azt veszi észre, hogy ismét a szélükön ezeknek a felületeknek kezd valami előkerülni, megint valami lefestett, korábbi figurális. Ezt úgy képzeljük el, hogy ott egymás mellett vannak, ugye ezek állandóan egymásra festődött korszakok. Tehát alatta ott vannak az elrontott figurális képek, így is lehet nézni, és előbb-utóbb újra figurális emberalak kerül ki ezekből a maszkolt, lezárt felületekből. Egészen pontosan addig jutunk el, hogy ismét visszatérek arra, mint mondtam, az eddigi összes korszak szinte egymásra van építve vagy festve, így is lehet nézni, hogy ismét a palimpszest fogalmat kicsit rövidre zárjuk, hiszen palimpszest néven létezik egy Eszterházy regény is, regény idézőjelben. Ennek lényege, hogy Eszterházy azt találta ki, hogy Ottlik 70. születésnapjára egy ajándékkal lepi meg őt, ami azt jelenti, hogy az Iskola a határon című regényét Ottliknak 3 hónap alatt leírta egy lapra. Az eredményt itt látják. Tehát ez itt az Iskola a határon egy lapra leírva, egymásra írva az egész szöveget. Ez is egy izgalmas kortárs palimpszest példa lehetne. Vagy az egész életmű is, mint mondtam, kezdtük az egészet a figurálissal, és megint eljutottunk a végén odáig, hogy megint figurális, miközben a többi lement. A legvége pedig, ami mostanában tartott a 10-es évekig egészen, ez pedig újra egy minimál ciklus, minimál motivumokkal, az ott van abban a sorokban, hogy az ajtó két felére helyeztük el, az egyik felén ajtó van az ajtó egyik felén, a másik felén pedig madarak, tehát itt szembe, ugyanis ez már a végső szabadság ismét, akár nevezhetjük a léleknek is, ami éppen elrepül innen, de nevezhetjük Pantaleinek is, ezt még nem mondtam az elején, de az egyik kedvenc szerzője, Herakleitosz volt, már gyermekkorában hozzáfért ilyen könyvekhez otthon, és hát Pantale azt mondja, hogy minden folyik, minden mozog, állandó folyamatban és mozgásban van minden, mint láttuk, ez is folyamat címet kapja. Vagyis érdemes ezt talán úgy megnézni ezt az életművet, mindig a következő az előzőre épül, és hogyha azt ott befejezték, lehet kezdeni az egészet előről újra és újra. Úgyhogy ehhez kívánok kellemes szórakozást, köszönöm szépen a figyelmüket. A viszontlátásra!